Katalina Dzsombor Kalifa. Marosvásárhelyen, Erdélyben születtem 1974-ben. A Janus Pannonius Tudományegyetemen Pécset végeztem rajz-vizuális szakos tanárként és művelődés szervezőként 2000-ben. Kiállításaim voltak a Közelítés Egyesület galériában, Pécset, a Művelődési Házban, Zalaegerszegen és Dániában. Szakmai tevékenységem rövidsége köszönhető annak, hogy viszonylag hamar, 2000 tavaszára családos emberré váltam, és innentől kezdve a kenyérkeresés és a gyereknevelés meghatározóbbá vált az alkotói tevékenységnél. Mivel párommal 2011-re a negyedik gyermekünknek is életet adtunk, életünk ezen esztendői folyamatos családi feladatgyakorlással teltek egészen 2012-ig. Ekkor egy évek óta érlelődő belső döntésem eredményeképpen megszületett az első fatáblám. Az út elkezdődött. Évek kellettek egy olyan folyamathoz, aminek pillanatnyi eredménye itt látható. Tábláimmal, képeimmel régi, de hitem szerint örökké való érzéseket, gondolatokat, történeteket akarok elmondani a mának. Rájöttem, hogy titkon egyfajta regősnek szerződtem. Ősi értékek érdekeltek mindig is. Elmúlt időkről szerettem olvasni, gondolkodni. A történet érdekelt, ami az életről szól, múlt, jelen, jövő határain innen és túl. Számomra ez az érdemes alkotás szándéka, célja és lényege. Erre törekszem én is. A család eszméje számomra minden esetben egy férfi és egy nő egységéből fakadó, gyerekeket nevelő közösséget jelent. Akár a természet egyensúlyából, akár a teremtettség eszméjéből indulok ki, az életteremtéshez általános esetben kell egy férfi energia és egy női energia. A táblán felül van a férfi, alul a nő. Egy család, akárhogy is nézem, számomra ezt a jelképes rendezettséget jelenti. Mármint, ha egy fával hasonlítom össze, akkor a férfi minden esetben a korona, a nő a gyökérrész. A nő ad alapot, enélkül nincs semmi. Gyökerek nélkül nincs élet, sem egyénileg, sem közösségileg. A női energia megtartó, befogadó, lelki szilárdságot adó elő. A férfi, a kibontakozás, a kreatív teremtés, a szerkezeti szilárdság formaadó ereje. A férfi ad rendezettséget. Mindkettőjük mellett balról és jobbról ott van a már említett, bennük lévő férfi és nő energia. Ha belehelyezzük magunkat a képbe, akkor a női erő mindig bal, a férfi erő mindig jobb oldalt jelent. Ez igaz az emberi testre is. Kettejük között, mint a fán, a gyökér és a korona közt a törzs, és az abból eredő ágak a gyerekek találhatók. A gyerek köti össze a két felet egészé. A család nem páros, hanem hármas egység. Motto: minden egy. Ebből az egyből indul ki körkörösen, térszerűen az élet. Először a négy elem, kettő férfi erő, tűz, levegő, kettő női erő, víz, föld, két nap, két hold. A négy égtáj, a négy évszak. A maggal együtt alkotják az öt elemet, az élet, a világegyetem alapját. A sugarak jelenléte, a tér kiáradása a következő szint, a formával rendelkező világrész felé. Ezen a szinten két forma váltogatja egymást, az igen és a nem világa, a fizikai valóság kettőssége. Szög és ív, éles és finom egyszerre szélesebb körökben gyűrűzik egyre távolabb a magtól, de ez csak a tér illúziója. Valójában minden összefügg az egyen, a maggal, az ősi ténnyel, Istennel, mely magad vagy. Keleten a mandala, nyugaton a rózsaablak mesél erről az élettörvényről. Légy egy, légy magad. Az élet nagy tanítómesterét szeretném szólítani. Ez számomra a sors.
Van, aki szerint van, aki szerint nincs. Az emberi lét egyik meghatározó alapdilemmája. Véletlen vagy sorsszerű? Az én álláspontom, hogy az élet rendezett, törvényszerű, értelmes ok-okozati jelenség. Ezt a gondolatot tükrözik ezek az alkotások. A spirál számomra a sorsunk, vagy karmánk jelképe. Hiszem, hogy az életünk egy folyamat, egy folyamatos jelenség, melynek valójában nincs vége és nincs eleje, legalábbis mi a háromdimenziós érzékelési szintünkön. Látszólag születünk és halunk, de ez csak a szilárd testi valunkat jelentő esemény. Ha körülnézünk az élet világában, mindenben felfedezhető az élet folyamatos áramlása. A természet mindig megnyilvánuló megújulása, az elemek, levegő, víz, föld, tűz közötti újabb és újabb körforgása azt mutatja, hogy az egyes testeken felül van egy energia, ami átfogó erőként köti össze a létezés legkülönfélebb formáit. Ez az erő mindig ugyanazt az utat járja be, megnyilvánul, kibontakozik, kiteljesedik és megszűnik, aztán újból. Ezt a folyamatot nem lehet másképpen leírni, mint egy körformát. A nagy misztikus szimbólum emberi kultúránk alapja. A kör azonban bezárul, nem nyílik újra, csak egy véges szakaszt ábrázol. Az újból és újból kinyíló kör, a spirál, mely kifejezi azt a folyamatot, ami a folyamatosan megújuló élet. A közép mindig a kiinduló pont, a mag, melyből minden sarjad. A vászon csak kétdimenziós, de a képzelet háromra bővíti a látványt. A spirál valóban egy térjelenség, a DNS, a csigavonal és a világegyetem egysége van benne. Az élet is ezt az utat járja be újból és újból. Áldás. A sámán nem vallást és nem egyházat jelképez, hitet hordoz. Szellemiséget, mely az életről, a világ dolgairól, törvényeiről, Istenről jelent tudást, tapasztalatot. Mindenkinek lehet hite, mert van tudása, tapasztalata. Ez a sámán feje fölött lévő energia, amit azonban nem mindegy, hogy hogyan és mire használunk. Hittel építhetünk és rombolhatunk is. A hithez kell a szeretet és az igazság. A szeretet jelképe a nő, az igazságé a férfi, a sámán feje mellett jobbról és balról. A szem csukva, mert mindezek valójában bennünk vannak, és nem a külvilágban. Csak belülről kiindulva megélhetők, és nem fordítva. Az agancs és a sárkányfejű bot az ég és a föld kapcsolódása, ahol a sárkány az összekötő, a mindenkori tudás hordozója és őrzője, melyet jelképesen aranynak is szoktak mondani, és félre is értik rendesen. Az igazi kincs a beavatott szintű tudás, a sámáni tapasztalat, vagyis a megpróbált hit ereje. Mindenki erre igyekszik, legfeljebb nem tud róla, és nem a legegyenesebb úton. Ez az egyetlen vallás, maga az élet egyháza, az arany, melyet senki sem vehet el, de mindenki birtokolhat. A fizikai valóságban, kettősségben élünk. Minden körülöttünk élőben ott van az élet energiájának két olyan formája, amit jobb hiány női és férfi erőnek nevezhetünk. Ez a két minőség megtalálható külön-külön és egyszerre is mindenkiben. Külső-belső egyensúly jó esetben. A táblák erről az egyensúlyról mesélnek. A férfi minőség a baloldali, tüzes, levegős, korlátlanul áramló állapot. Az áramlás közepe megint az öt elem köre, körülötte a hat kiskör, a hatalom, az igazságot teremtés jelképei. A kör közepe egyben az életadó magot is tartalmazza, amelyre egyedül csak a férfi képes. A férfi energia ehhez kapcsolódik. A női minőség a jobb oldali, földes, vizes,
a gyökerektől a csillagokig tartó térállapot, a formák tartó tulajdonságú ereje. Középen a kinyíló lélek, a születő élet, melynek teret adására egyedül csak a nő képes. A női energia ehhez kapcsolódik. Enélkül a kettősségben megnyilvánuló egység nélkül nincsen teremtés, nincsen élet, nincs egyensúly a földi világban. Ezért van nő és férfi, és ezért fontos, hogy tudjuk magunkat elhelyezni ezekben a minőségekben, nem csak kívül, de belül is.